Ameddig az ország egy rohadt puskaporos hordó üldögél, el lehet felejteni a kivándorolt fiatalokat. Mindenkinek derűs, vidám szombat reggelt kívánok. A láma nem a világ legcukibb állata, de jó arc, úgyhogy kezdjük vele a napot, meg természetesen a kis magyar ugar nagy abszurd történéseivel. Miközben a Fidesz Morvai Krisztinával válvetve, gyakorlatilag egész Európával szembe menve harcol a média szabadság, az újságírók jogainak kiterjesztése, valamint a közpénzből működő sajtóorgánumok ellenőrzése ellen, az Index újságíróját már is kitiltották a parlamentből. Úgy, hogy még meg sem alakult az új országgyűlés. De majd ha megalakul kedden, a számtalanszor lesimicska csicskázott, a rezsim által megvetett lap munkatársa nem tudósíthat az eseményről. Miért? Ezért. Az alakuló ülés kiemelt jellegére, ünnepélyességére valamint a nagy érdeklődésre való tekintettel csak azoknak az újságíróknak a kérését tudjuk figyelembe venni, akik a 2014-től 2018-as ciklus ülésein betartották az országházi sajtótudósítás rendjére vonatkozó szabályokat. Az, bazd meg, kiemelt jelleg, ünnepélyesség, nagy érdeklődés. Miután Kövér László elvetélt portásót a példátlan vasszigorral érte, hogy a parlamenti sajtótudósítás műfaját minél kisebb területre szorítsa vissza, teljesen észszerűtlenül, a nyilvánosság szégyenletes szájba rúgásával, mostonnan folytatja, ahol az sátta a fiatal. Tal demokraták védőszentje és az egész általa képviselt bagás számára a független sajtó ellenség, de lépten nyomon arról pofáznak, hogy Magyarországon van sajtószabadság, és aki mást állít, a soros szolgálja perszolgáló lánya. Ennek, meg az ünnepélyességnek és a nagy érdeklődésnek a jegyében a 444 és a HVG. Hú, egy újságírója sem lehet ott az alakuló ülésen. Remélem, Bayer ott lehet. Mindeközben a Fideszhez lojális, rossz emlékű korok rossz emlékű maradványaiként a hatalomhoz dörgölőző szalagmunkások kikérik maguknak. A pesti srácok lapigazgatójaként kényelmesen jövedelmező álláshoz juttat Ocstefka Istvánnak elege lett abból, hogy őt azzal rágalmazzák, hogy munkásőr volt, és önként dalolva szolgált ki más rendszereket is. Úgyhogy most a fideszes blokk hirdetésben tolja a facebolkon, hogy Stefkánál betelt a pohár, úgyhogy perelni fog. Az utolsó csepp a pohárban az volt, amikor a rohadt náci címmel megjelent publicisztikájához Bencse László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója kommentet fűzött. Az egészben az a különös, hogy Stefka is elvtárs volt, úgyhogy bagoly mondja verébnek. Sőt, nem csak elvtárs volt, hanem munkásőr is. Csak hogy időben átvedlett. A személyisége hasonló Schmidt Pálihoz. Idézek a méltatlankodó cikkből, a pesti srácok. Honlapigazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen jogi karának címzetes docense azt végképp nem tartja helyesnek, hogy a jövő értelmiségét oktató személy ilyen stílusban nyilatkozzék meg bármilyen nyilvános platformon. A jogi lépéseknek az a célja, hogy végre következménye legyen a valótlan állítások terjesztésének, ugyanis ettől az esettől kezdve minden ilyesfajta rágalmazás elkövetőjének lesz dolga a bíróságon is. Tök vicces, hogy ezek se a múltjukkal, se a jelenükkel nem tudnak szembenézni, de még ennél is viccesebb, hogy ez a szennylap 2016-ban milyen önfeledten vett át egy, a szerkesztőségünk lejáratására készült, minden elemében hazug és rágalmazó cikket, sőt további abszurd, szürreális foszlányokkal egészítette ki. Akkor Stefkának nem sértette az önérzetét és az igazságérzetét, hogy mások személyes adataival visszaélve, bűncselekményt elkövetve hazudik bele a nyilvánosságba. Ez csak egy példa, kismillió mást is lehetne idézni, de minek? Szép ez, ahogy van. Majdnem olyan súlyos, mint hogy egy Stefka kaliber címzetes docens lehet bárhol a világon. Ha még bárkit is érdekel, bár szerintem ez egy akkora hülye vicc, hogy már felháborodni sem lehet rajta, az Ernst & Young tanácsadó Kft. Befejezte a független szakértői vizsgálatot a nem kicsit ciki, de sokak szerint jogilag is aggályos választás napi honlapleállással kapcsolatban. A lényeg, hogy nincsen semmi látnivaló. A választási adatokat feldolgozó nemzeti választási rendszer, NVR, a választások során zavartalanul üzemelt, a vizsgálat az NVR működéséhez kapcsolódó problémát nem azonosított. Vagyis bár a www.választas.hu és a kiszolgáló környezet konfigurációs és erőforrás biztosítási okokból nem bírta a megnövekedett terhelést, csak a honlap állt le, az NVI honlapja, a www.választas.hu viszont az NVI-től teljesen elkülönítve, külön rendszerként üzemel. És igaz, hogy már a választások előtt kiderült, hogy gond van az oldal terhelhetőségével, ez csak a választások után derült ki az NVI számára, ezzel nincs gáz. Ezzel se. Jó, akkor ezt eddig is tudtuk szerintem, független szakértői vélemény nélkül is. Mármint, hogy a 4 évente esedékes választás is képes váratlanul érni az illetékeseket, de ők nem hibáztak semmiben. Akartam még mesélni Novák Katalin asszony és fideszes nőgyanyák napi konferencián hangoztatott vadbaromságairól, értsd, szavazójogot a kiskorú gyerekeknek.
De attól tartok, valamelyik kolléga már vetszettül hegyezi a billentyűzetét, és minden bizonnyal kifejti a véleményét, úgyhogy nem fűzök most ehhez semmilyen kommentárt. Ellenben egy szó erejéig emlékezzünk meg a kétharmadokon átívelő nemzeti önállítás egy tegnapi fejezetéről, a Nyugat-Európába kivándorolt magyar fiatalok hazacsalogatását említette egyik legfontosabb feladatként Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének közgyűlésén. Aha! Éppen a minap láttam, hogy Szili Katalin egyenes Gerinc Mészáros tévéjében fejtegette, hogy az idióta nem fideszesek állandóan a kivándorlás miatt verdesik magukat a földhöz, pedig mindenki tudja, hogy kitántorognak és 2-3 éven belül mind visszajönnek. Na már most, ezek szerint ez még sincs egészen így, de sőt. A legnagyobb feladat hazacsalogatni egyre nagyobb számban a hazai felső oktatásba, munkaerőpiacra a külföldön élő magyar fiatalokat, elérni, hogy Magyarországon alapítsanak családot. Ez konkrétan egészen addig nem nagyon fog menni, ameddig az ország egy puskaporos hordón üldögél, és Sorossal meg a migránsokkal hadakozik. Márpedig Orbán Viktorból adódóan itt béke soha nem lesz, mert Orbán Viktor béke időben darabjaira hullana szét. Egyszerű ez, kár, hogy a potápi félék ebből semmit nem értenek. Én viszont megértettem, hogy itt az ideje letenni a lantot. További szép hétvégét kívánok mindenkinek. Gyertek ma is!